A Magyar Postára is vonatkozik a 25%-os megtakarítási rendelet az energiafelhasználásra vonatkozóan. Ezt pedig csak úgy lehet elérni, ha bezárják az alacsony forgalmú postákat. Az országban 306 postahelyen 210 településen fog ideiglenesen szüneteltetni a szolgáltatás november 12-től. Ebbe a sorba tartozik a Mözsiek postája is. A döntés jelentős felháborodást okozott a helyiek körében. Katasztrofális állapotok. Ez felháborító. Mözsnek ez volt az egyetlen még, ami föl lehetett pénzt venni, vagy elintézni az öregeknek a nyugdíj fővételt, meg a mindent. Most szegények majd hova mennek? Tolnára? Mert azt mondják, hogy ott nyitnak egy ablakkal többet. Ez nem állapot, ami itt megy. Ami készült a riport, számtalan autó jött-ment a hivatal környékén, és jelentős volt a forgalom a kispostán. Szerintem felháborító, mert itt ez nem egy olyan posta, ahol nincsenek ügyfelek, hanem itt folyamatosan nagy a forgalom. Úgyhogy szomorú vagyok, és én is ide járok mindig, úgyhogy most Tolnára majd, ott szerintem rettenetes sorok lesznek. Hát szerintem ez a vég, mert ahol már iskola, sőt, most már posta se lesz, hát az akkor hova vezet. A kis posta állaga jelentősen leromlott, az elmúlt években nem fordítottak forrást a rendbetételére. Nagyon fontos volt, mert hát általában ide járunk mindig postákra. Úgyhogy sajnálom, hogy lezárják. Lehetett mikor? Volna más döntés? Hát maradhat, föl kellett volna újítani egy kicsit. Ennyi az egész, mert amúgy meg egy bejáratos helyez végig. Ez nagyon rossz lesz egyes embereknek, az idősebbeknek, akik nem tudnak menni, hát még a fiataloknak is szerintem, mert itt a Mözsibe csak ez az egy van, ugye Tolnára nem mindenki tud bemenni. És hát ez nagyon szomorú, hogy ez így adódott, hogy be kell zárni sok embernek. Koncz Jánosné a településrész önkormányzati képviselője azt mondja, a döntés jelentősen visszaveti majd Mözs életét. Váratlanul érte a településrészt, és elég rosszul. Engem is, mint magánembert, hiszen én is csekkenfizető vagyok, de itt a településen elég sokan. Tehát a posta forgalma nem egészen indokolja ezt a bezárást, de sajnos az állapot, amint ahogy látjuk is itt a háttérben, elég leromlott. Ez már köszönhető a posta mulasztásának, mert én úgy gondolom, ennek már több éve ideje lett volna a felújításának. De még ennek ellenére is a lakosság arányos forgalma az még így is nagyon magas volt, hiszen ide jártak a környékről nagyon sokan, tehát Szekszárdról, Fácánkertről, Tolnáról rengetegen. Hát ezért is ért minket azért váratlanul, mert nem gondoltuk, hogy ilyen forgalom mellett azért be fogják zárni a postánkat. És mindenképpen nagyon rossz, mert sokan fizetnek csekkel, sok az idős ember a település részen, akiknek most buszra kellene szállni, sorba állni Tolnán, újra buszra szállni, és csak úgy hazajönni. Nem biztos, hogy ezt mindenki be fogja vállalni. És mindjárt megkapjuk, hogyha problémázunk ezen a dolgon, hogy fizessünk online, de ezek az emberek már nem fognak tudni online fizetni. Nagyon sokan az idős emberek közül olyan unokákkal, illetve gyerekekkel vannak, akik már vidéken vannak, tehát messze, nem tudják azt csinálni, hogy most mit este kiugrok, ma is feladom a csekjeidet. Tehát nagyon rosszul érintette ez a településrész lakóit. Vállalkozás formájában, mobilposta formájában fölmerültek többféle lehetőség, de a döntést a posta fogja megmondani, hiszen az épület maga, illetve a szolgáltatás nyújtása is az ő privilégiuma. A posta a településrész szolgáltatói központjában helyezkedik el, bolt és mezőgazdasági termékeket árusító üzlet tűszomszédságában. Őket is hátrányosan érinti majd a bezárás. Akik eljöttek postára feladni a csekkeket, azok pikpak ezt a két üzletbe elintézték a dolgukat, és úgy mentek haza. Na most ez semmiképpen nincs, úgyhogy visszaveti a boltoknak a forgalmát is, és hát így a település részét is. Amúgy is egy kicsit a szélén vagyunk, én azt gondolom, Tolnának, és ez, hogy a posta szolgáltatás elmegy a faluból, ez azért nagyon-nagyon-nagyon érzékenyen érinti a település részét. A Magyar Posta állítja, ideiglenes bezárásról van szó, de a helyiek ebben kételkednek. Szerintük, ha egyszer bezárták, többet nem fogják kinyitni kedvenc kis postájukat, mert egyszerűbb lesz Tolnán üzemeltetni, mint felújítani és működtetni a Mözsi hivatalt.